Ezen a videón az látszik, ahogyan a rendőrség az egyik boncmesternél tart házkutatást. A lakásán mintegy 2 millió forintot foglaltak le a rendőrök. A férfi úgy gyűjtötte össze ezt az összeget, hogy a saját zsebére dolgozott, és különböző temetkezési vállalkozóktól rendszeresen fogadott el korrupciós pénzt, azért, hogy az elhunytak hozzátartozóit hozzájuk irányítsa. A holttestek kezelésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat látott el, tartotta a kapcsolatot a temetkezési vállalkozókkal, a hozzátartozókkal, a holttestek tárolási hűtési díjáról számlát állított ki, és ezzel kapcsolatban több temetkezési vállalkozótól korrupciós összeget kapott az évek során azért, hogy akár nem valós összegről állítson ki számlát a tárolási díjak kapcsán, soron kívüli boncolást intézzen, illetve azért, hogy hozzátartozókat irányítson ezekhez a temetkezési vállalkozókhoz, őket ajánlja a hozzátartozóknak. Mivel üzletszerűen, vagyis fél éven keresztül fogadott el kenőpénzt, akár 12 évet is kaphat. A budai kórházban dolgozó boncmester csupán egyszer üzletelt a vállalkozóval, így ő akár 3 év börtönnel is megúszhatja. A vesztegetésnek már az ígérése, tehát egy jogtalan előny, egy korrupciós összeg ígérése és az ígéret elfogadása is már megvalósítja a vesztegetést, tehát befejezett lesz, nem is szükséges a pénz tényleges átadása ezt követően, hiszen a tisztasága az adott tevékenységnek már azzal sérül, hogyha valaki vállalkozik arra, hogy ő pénz fejében olyat tegyen, amiért egyébként kötelességet szeg, vagy ami nem tartozna egyébként rendesen az ő munkakörébe. A korrupciót a Nemzeti Védelmi Szolgálat észlelte és derítette fel. A Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése és feljelentése alapján indult bűnügy. Most már ez a szerv jogosult egészségügyi alkalmazottak vizsgálatára, az ő tevékenységük ellenőrzésére, és amennyiben bűncselekmény gyanúját észleli, akkor feljelentést kell tennie, és ilyenkor megindul a nyomozás. Jelen ügyben is a nyomozás eredményeképpen 5 személyt sikerült felelősségre vonni terheltként, akikkel szemben a fővárosi főügyészség most vádat emelt, vesztegetés elfogadásának büntette miatt. A temetkezési vállalkozó, aki időközben meghalt, 3 boncmestert, 1 segédboncmestert és 1 kórházi adminisztrátort vesztegetett meg, ellenük a fővárosi főügyészség korrupció miatt emelt vádat.